Eszter vagyok, itt vagyunk a megújult Helikon Rádió második bulián a Colors-ban. Február 22-én fantasztikus jó kis parti lesz, legalábbis annak ígérkezik, és azt hiszem, hogy minden bizonnyal meg lehet nézni, hogy milyen jó kis parti arcok vannak, illetve a DJ pultnál a már jól ismert DJ Energy és DJ Dorian lesz. Aztán majd a sztár vendég egy kicsit később nyilván Majka és Curtis lesz. Szóval ismét itt a Colors-ban egy remek jó partinak nézünk elében, aztán majd természetesen 2014-ben számos más helyszínen találkozhatok a Helikon Rádió partival. Kérdezzük a fiatalokat, hogy érzik magukat a Helikon Rádió partiban. Nagyon jó a buli. Gyakran jártok a Colors-ba? Hát nyáron igen, sokszor szoktunk járni. Hogy érzitek magatokat a Helikon Rádió második partiján? Remek. Tehát a magyar nyelven még nincs meg az a szó, amivel ki tudnám fejezni, hogy én mennyire jól érzem magam itt. Sziasztok! Hogy érzitek magatokat? Köszönjük, nagyon jól! Te is! Jól, köszönjük! Hogy érzitek magatokat? Hát eddig nagyon jól, de már nagyon várjuk Majka Curtis-t. De egyébként nagyon jó hangulat, nagyon jól érezzük magunkat. Honnan érkeztetek, keszthelyiek vagytok? Nem, Baracsony-Tomajról. DJ Dorian, aki az elmúlt évek és az idei év legnagyobb rádiós slágereivel szórakoztatja a táncoló tömeget. Hát szépen összegyűltünk, úgy gondolom, és ez nem másnak köszönhető, mint hogy a Helikon Rádió megújult partiján, immár második alkalommal itt a Colors-ban ismét egy sztár vendéget köszönthet a közönség. Pár percen belül érkezik ide majd Majka és Curtis, és hát azt hiszem, hogy a buli hangulatát ez még jobban be fogja majd tetézni. Akkor azt hittem, hogy nincs, ami megállít. De tudom, ha esik a maga fajta megázik. Megbecsülöm már, hiszen a Marelli Lana gyönyör. Hiába mászok ki, mindig jön ugyanaz a kötő. Felismertem már, és mégis bántam a hibáim. Hiszem, hogy odafenn meghallgatják az imáim. Úszom az árral, és hiába látom messze a part. Az élet lealadt, én csak tovább bírom a dal. Nem tudom, mi lesz majd, ha megunom az egészet. De még ezt itt hagyom nektek, mielőtt lelépek. Én a szívembe zárok mindenkit, ki megértett, és hitt bennem, engem már csak ezért el. Eddig sem adtam fel a hittem, ezután se fogom. Akkor sem, ha becsúszik az élettől egy-két pofon. Míg a szívem ver, bármi lesz, a sírni lesz is okom. Mindig ott lesz velem a papírattól a mikrofon. Kicsikét szűk a világ nekem, keresem bennem még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Félig tett poharak az asztalon, ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen, összefutnánk egy másik életben. Itt
vagyunk a Helikon Rádió második megújult partiján, a Club of Colors-ban, és mellettem ül Bőszén Andris, a Helikon Rádió zenei szerkesztője. Úgy gondolom, hogy egy Helikon Rádió parti azért mindig nagyrészt a rádiós lágerekről is szól. Egy kicsit mesélj nekünk, hogy hova tart a Helikon Rádió, melyik azok a zenék, amelyeket te, mint zenei szerkesztő, szeretettel válogatsz a hallgatóknak. Most már ugye nyár óta elindítottuk a European Top 40 című műsorunkat, amiben így az európai slágerlistát vonultatjuk fel. Szerintem aki nyomon követi a műsort, az tisztában van vele, hogy melyek azok a zenék, amelyek azért a napi 24 órában rotációban nálunk is felcsendülnek. Nehéz bekategorizálni a zenéket, a funkytól kezdve a modern elektronikus tánczenéig mindent játszik a Helikon Rádió, és kiemelten foglalkozunk a magyar előadókkal, tehát sokszor tényleg az országos megjelenés előtt sikerül megszereznünk a magyar előadók zenét, ami szerintem egyedülálló, nem beszélve arról, hogy 36% a magyar zenék aránya a Helikon Rádióban. Na de most itt vagyunk egy buliban, és beszéljünk akkor most ezekről a zenékről, amik itt is felcsendülnek, mondhatnám a Full Changes-ét, mondhatnám David Guettát, Pitbullt, ezek ugye az abszolút rádiós lágerek. Itt a DJ-k bemondták, hogy a Music Trend Radio Showból például már ezt a mixet hallhatták. Bizony, a klubzenékben is a Helikon Rádió élen jár, mert a legnagyobb kiadókkal nem csak Magyarországon belül, hanem a világ legnagyobb kiadóival is olyan kapcsolatot sikerült kiépítenünk, hogy elsőként értesülünk a hírlevelekből a legfrissebb megjelenésekről. Kérdést, új műsorod van jelenleg a Helikon Rádióban, ez pedig a Funky Jam Session. Úgy tudom, hogy tegnap volt talán az első megjelenés? Így van. Rá kell néznem gyorsan az órámra. 21-e az péntek, ugye? Igen. Így van. Szuper. Igen, február 21-én elindult a Helikon Funky Jam Session. Benne a legnagyobb klasszikusok, az old school funkytól kezdve a Bruno Mars Treasury-jéig, tehát a legmodernebb funkig minden felvonul. Nulla szöveg, tehát 100% funky zene, ezzel hangolódunk a hétvégére, és lesz hamarosan meglepetésünk is még a péntek estére. Erről most nem szeretnék részleteket elárulni, tehát mindenki hallgassa a Helikont péntek este is. Hamarosan egy vadi új műsor érkezik remek DJ-kkel, és Helikon Rádió partihoz méltó buli zenékkel tényleg. Köszönöm, Andris, jó szórakozást! Én is! Jó bulit mindenkinek!